Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Szeretettel üdvözöllek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág podcast 27. adását hallod most. Méghozzá a manipulációról, egy olyan témáról, amely nagyon-nagyon sokakat érint, szerintem nagyjából mindannyiunkat érint, és egy olyan témáról, amely éppen akkor, amikor ezt az adást rögzítem 2020. április 14-én, véleményem szerint, meglehetősen erőteljesen itt van a térben. Nem mintha máskor mentesek lennénk a manipulációtól, vagy annak a szándékától, nem minthogyha ezt könnyen ki lehetne kerülni manapság, így a XXI. század elején, azonban én mégis úgy érzem, hogy néhány olyan nézőponttal, néhány olyan információval gazdagabban, amelyek majd ebben az adásban elhangzanak, egy kicsit talán tudatosabban tudjuk mindannyian kezelni ezt a területet az életünkben. Ma Magyarországon kiárási korlátozás van érvényben, amikor ezt az adást rögzítem, és gyakorlatilag, ha megnyitunk bármilyen médiafelületet, legyen ez akár egy online média, akár egy televízió, vagy egy rádió, vagy valaki a kezébe vesz egy napilapot, akkor bizony folyamatosan ki van téve a manipulációnak. Igazából senkit nem szeretnék megbántani ezzel, és sem társadalmi, sem politikai oldalról nem vizsgálom ezt a kérdést, sokkal inkább én a tudatosság oldaláról szeretném megnézni, és azokat a folyamatokat veled együtt egy kicsit átgondolni, amelyekre egy magasabb rálátás birtokában talán te is tudsz majd önmagad számára kellő védelmet kialakítani. A manipuláció kifejezés a magyar értelmező kéziszótár szerint rendszerint önző érdekből alkalmazott ravasz fogás vagy mesterkedés. Olyan szinte állandó jelzők kapcsolódnak hozzá, mint a bonyolult, a piszkos, a rejtélyes, a zavaros vagy éppen a gyanús. Ezzel szemben a tájékoztatás az egyfajta információ átadás lenne méghozzá ismertetés, nézőpontok ismertetése szempontjából. Nem mindegy tehát, hogy éppen manipuláció áldozatai vagyunk-e, vagy tájékoztatást kapunk valamivel kapcsolatban. Hogyha megfigyelted, és akár az Örömvilág Podcast adásait, akár a tevékenységemet követed, akkor számtalanszor hallhattad tőlem azt, akár segítői vagy oktatói minőségemben is, hogy nem célom megmondani, hogy ki mit gondoljon. Nem célom megmondani, hogy mi a jó, mi a helyes és mi az igazság, hiszen annyi jó, annyi helyes és annyi igaz verzió létezik, ahányan vagyunk. Hogyha szeretnél erről a témáról egy kicsit bővebben hallani tőlem, akkor kérlek Kattints vissza az Örömvilág Podcast nézőpontokkal foglalkozó egyik első adására. Nagyon fontos az, hogy a manipulációnak van célja, egy olyan célja, ami érdekek mentén jelenik meg. Tehát valamit szeretnének valakik, vagy valaki elhitetni veled, velünk, vagy azzal, akire ugye a manipuláció irányul. És akkor tennék egy pici kitérőt, hiszen mindenki a saját igazságát érzi, a legjobbnak, a legigazabbnak. Mindenki joggal és okkal gondolja úgy, hiszen ezt érzi valóságának, hogy amit ő gondol, amit ő tapasztal, amit ő érez, amit ő lát, az a valóság. És ugye szeretné azt, hogy mások is ezt lássák, ezt tapasztalják, hiszen akkor azt élheti meg, hogy közös nyelvet beszélünk, azonosan gondolkodunk valamiről, és akkor sokkal könnyebben jutunk dülere bizonyos témákban, bizonyos nézőpontok kapcsán. Azonban nagyon fontos eljutni a tudatosságunknak és az empátiánknak arra a fokára, ahol meg tudjuk tanulni, elfogadni mások igazságát. Ugye egy korábbi adásban erről beszéltem részletesen. Mindenkinek megvan a maga igazsága, és elfogadni mások igazságát az egy nagyon-nagyon szép előrelépés a tudatosság és az emelkedés, a szellemi és a spirituális fejlődés útján. Az elfogadás a mások igazságának nem azt jelenti, hogy egyetértek mások igazságával feltétlenül, de hagyom, hogy ők úgy gondolják, és nem is szeretném őket erővel meg pláne nem meggyőzni, manipulációval meg pláne nem meggyőzni arról, hogy nekem van igazam. Nyilvánvalóan most legalább százféle olyan témát hasaütésszerűen el lehetne mondani, amelyben te és én nem értünk egyet egymással, amiben te és én másként gondolkodunk. De nem feltétlenül az a cél, hogy ezeket ugye feltárjuk és kiaknázzuk, sokkal inkább az a cél, hogy elfogadjuk azt. Én azt, ahogy te gondolod, te azt, ahogy én gondolom, ahogy én érzem, és kialakítsuk ugye a saját még árnyaltabb nézőpontunkat, és elfogadjuk azt, hogy neked is, nekem is igazunk van, és egy nagy egész, egy sokkal kiterjedtebb igazságban mindkettőnké valójában benne van. A manipuláció ma az életünk szinte automatikus, és most már mondhatom, hogy megszokott vele járója. Azonban fontos azt lerögzítenünk, hogy a manipuláció a befolyásolás szándékával történik. Valamire valaki rá akar venni. Akár arra, hogy gondoljam úgy, hogy érezzem úgy, akár arra, hogy értsek egyet valamivel akár arra, hogy tartozzak egy olyan közösséghez, egy olyan csoporttudatossághoz, amelyet egy adott nézőponton keresztül sokkal könnyebben lehet mozgatni bizonyos célok érdekében. Na most nagyon fontos az, hogy nem csak negatív csoporttudatosságok vannak, tehát nem, csak olyan negatív csoportok vannak, amelyekbe becsatlakozhatunk, hiszen pozitív csoport például ugye azoké az embereké, akik támogatólag, nyitottan, szeretettel viszonyulnak másokhoz, akik most kifejezetten, ugye például a mostani időkben, amikor rögzítem ezt a podcast epizódot, azt a nézőpontot képviselik, hogy másoknak segítenek. Pozitív csoporttudatosság kialakulhat például egy olyan közös nézőpont mentén, ahol mindenki ugyanazt a sportot űzi és szereti. Vagy pozitív csoportudatosság kialakulhat például egy önállátó közösségben, ahol az emberek ugyanazokat az értékeket tartják rendkívül fontosnak, és ezek szerint élik az életüket. Tehát nagyon sok ilyen van. Azonban van rengeteg negatív csoportudatosság is, amelyek közül talán az a legveszélyesebb, amelyben az emberek félnek valamitől. Mert a félelemnek hatalmas ereje van egyéni szinten is, és kollektív szinten is. És azok az emberek, akik félnek valamitől, azok az emberek még könnyebben manipulálhatók, pláne akkor, hogyha vannak olyan személyek vagy csoportok, akik felkínálják nekik a félelmük ellen a védelmet és az azzal kapcsolatos megoldást, vagy annak az ígéretét. És ma világszerte van egy hatalmas, nagy félelmi tudatosság, milliók, százmilliók. Talán milliárdok vannak benne, rengetegen vannak benne, és az én nézőpontom szerint ez jelenleg sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint az, amire azt mondják, hogy koronavírus vagy COVID-19. És szándékosan fogalmazok így, hogy az, amire azt mondják, hogy az. A félelemben tartott ember nem gondolkodik, mert a félelem leblokkol. A félelem az rendkívül veszélyes, olyannyira veszélyes, hogy a félelem blokkolja az immunrendszert. Tehát azt a fajta védekező képességet, amelyre pontosan akkor leginkább szükségünk lenne, amikor esetleg egy vírusjárvány van, vagy valamiféle ártó baktériumokkal találkozunk, ugye különböző ilyen betegségeket okozó kórokozókkal. Tehát az a védelem, amire ilyenkor szükségünk lenne, az egyszerűen nem kapcsol be, hogyha félünk. Nagyon nagy hatása és nagyon nagy ereje van a tudatunknak és a hitünknek, a különböző jelenségekre. Hogyha valamit felruházunk azzal a hatalommal, hogy ártó szándékú lehessen, ha valamit felruházunk azzal a hatalommal, hogy tudjon nekünk ártani, ha valamit felruházunk azzal a hatalommal, hogy félelmetes legyen számunkra, ha valamit felruházunk azzal a hatalommal, hogy ez olyannyira ártó, hogy akár halálos is, akkor az azzá válik. Akkor az azzá válik. Tehát a leges legfontosabb, és erről beszéltem a korábbi adásokban és főleg az elmúlt hetekben. A legfontosabb az, hogy lépjünk ki a félelmeink teréből. Kapcsolódjunk ki a félelmek csoport tudatosságából. Megint be fogom linkelni ennek a podcastnak a leírásába is azt a rövid vizualizációs gyakorlatot, amin keresztül például a koronavírustól való félelem csoport tudatosságából kiléphetsz, hogyha te is szeretnél. A félelem ugyanis olyannyira képes leblokkolni, hogy nem csak az immunrendszert akadályozhatja a védekezésben, hanem konkrétan a félelembe bele lehet halni. A félelembe az emberek belehalhatnak. És most nem túlzok, amikor ezt mondom. Cseppet sem. Ugye az emberi szervezet úgy épül fel, hogy van egy olyan programunk, hogy fus vagy üs, másként ezt a harcol vagy menekül programnak is szokták nevezni. Amikor valamiféle erőteljes impózus stresszér bennünket, és legyen ez akár egy nagyon félelmetes helyzet, akár egy adhok jelleggel bekövetkező félelem, tehát megyek az utcán, és egyszerűen az utca sarkon egy hatalmas vicsorgó kutya áll elém, és láthatólag támadni akar engem, akár egy ilyen permanensen fennálló, és egyébként külső manipuláció által még félelmetesebbnek bemutatott valami, amit ugye felruháztunk a félelmereivel, akkor a fizikai testünk ugye elkezd automatikusan adrenalint termelni. Ekkor kapcsol be ez a harcoly vagy menekülj program. Amikor nagy mennyiségű adrenalin termelődik a testben, akkor az történik, hogy nagyobb mennyiségű, tehát a megszokottnál nagyobb mennyiségű kalcium kerül a szív izomzatába. Na most, ha folyamatosan fennáll ez az állapot, és ugye nagy dózisban kapja a szívizomzat a kalciumot, akkor szívritmus zavar léphet fel, és fibrilláció léphet fel. Az agyvérrel látása ezáltal veszélybe kerül, leesik ugye a vérnyomás, és emiatt, és szélsőséges esetben ez konkrétan halált okozhat. És lehet, hogy hallottátok már ezt a kifejezést, hogy szörnyet halt, tehát, hogy belehalt a félelembe valaki. Számtalan ilyen dokumentált esetet el lehet egyébként olvasni, most nem feltétlenül javaslom azt neked, hogy ezzel töltsd az idődet, mert nem biztos, hogy, hogy ilyenekbe bele kell menni, és ezekkel együtt kell rezegni, de, de például volt olyan számtalan eset, amikor valaki betörött, látott a lakásában, és halára rémült tőle szó szerint. Ugye van is ilyen kifejezésünk, hogy halára rémült. Na most azt érzékelem, és nem vagyok orvos, és nem kell egyetértened ezzel a nézőponttal, ez az én nézőpontom egyszerűen, ha gondolod, vizsgáld meg. Én a magam nézőpontjából azt érzékelem, hogy mindannak, ami most történik koronavírus járvány és az azzal kapcsolatos tájékoztatás ügyben, annak jelentős része, félelemkeltés, manipuláció, és van egy olyan gondolatom és megérzésem, hogy ennek nyilván különböző érdekcsoportok szempontjából különböző okai vannak. Én nem szeretnék belemenni összeesküvés elméletekbe. Azt hiszem, hogy nagy valószínűséggel nagyon sokféle érdek tudja most ezt a helyzetet nagyon sokféle módon a saját javára felhasználni és kihasználni, és direkt nem is említek meg konkrétan egyet sem belőle, mert szeret, nem szeretném a voksomat egyik mellett sem meteni, hiszen én sem tudom, hogy mi az igazság. Egyszerűen azt a fajta intuitív ráérzésemet tudom elmondani neked, saját nézőpontként hogy rengeteg manipuláció van ebben, és rengeteg tudatos, szándékolt félemkeltés van ebben. Nézőpontom szerint egyébként a tudatosság most éppen ezért rendkívüli jelentőségű, és hogyha te különböző technikákat tanultál, a tudatosság és a szellemi spirituális fejlődés útján járva, könyveket olvastál, előadásokat hallottál, akkor itt az ideje ezeket használni. Itt az ideje magasabb nézőpontokról ránézni mindarra, arra, ami történik. És ugye korábbi adásban már beszéltem neked arról, és javasoltam azt, hogy nézd meg, hogy hogy lehet neked jó a koronavírus járványnak nevezett helyzet, hogy hogyan tudod te ebből ugye a saját tanulási folyamataidnak megfelelően a lehető legjobbat kihozni, mit tanulhatsz ebből, milyen idézőes nyereségeid lehetnek belőle. Most pedig azt mondom, hogy az is egy lehetséges nagy nyereség, hogy te a tudatosságodat most leteszteled, és magasabb nézőpontokba emelkedve felül írod azokat a most már szinte tényként eladott információkat önmagadban, amik neked ártanak. És minden, amit benned félelmet kelt, az neked árt. Tehát még egyszer mondom, minden, ami benned félelmet kelt, neked árt. És akkor most érezd bele abba, kérlek, hogy te mitől félsz? Mi mindennek adtál az elmúlt időben hatalmat? Arra, hogy félelmet keltsen benned. Milyen csatornákon keresztül érkeznek hozzád azok az információk, amelyek benned félelmet keltenek? Úgy hiszem, és ez megint egy saját nézőpont, tehát úgy hiszem, hogy most a médiának rendkívüli felelőssége van abban, ami történik. Én körülbelül, most nem számoltam ki pontosan, de nagyjából két évtizedet dolgoztam különböző médiumoknál, tehát a, a, média területén, és azt hiszem, hogy hitelesen mondhatom, tehát hiteles forrásnak számíthatok abból a szempontból, hogy pontosan tudom, hogy a különböző média felveteken keresztül milyen módszerekkel, milyen médiatrükkökkel, milyen kommunikációs trükkökkel lehet az embereket manipulálni. Én éveken keresztül dolgoztam a saját személyes életemben azon az önmunkám során, amikor kiszálltam ebből az egész világból, hogy hogyan legyek hiteles abban, amit csinálok, és hogyan ne kapcsoljanak be bennem azok a szakmai fortéjok, amelyekkel keresztül bizony lehet manipulálni. Nagyon-nagyon fontos kérdés. És most azt látom, és azt érzékelem, és ezt mondhatom, mondom ilyen félig, mert most még mindig szakmainak valva magam, szakmai szemmel megvizsgálva, hogy ma a médiumok nagyon komolyan manipulálnak. Nem csak a koronavírus járványjal kapcsolatban, nem csak a COVID-19-el kapcsolatban, hanem folyamatosan, ez már megy meg évtizedek óta, hogy a médiumok manipulálnak. Különböző érdekcsoportoknak megfelelően manipulálnak, és ezek az érdekcsoportok lehetnek gazdasági érdekcsoportok, Lehetnek politikai érdekcsoportok, lehetnek vallási érdekcsoportok, és még sorolhatnám jó néhányat. De gyakorlatilag az online világban, a különböző közösségi oldalakon, vagy a, a televíziókban, a rádiókban, a nyomtatott sajtóban mindenütt megy a manipuláció, és mindenütt megy a manipuláció, ahol reklámok vannak. Tehát nagyon kevés olyan úgynevezett tudatos reklám van, ahol nem arról szól, hogy befolyásolni akarnak, és eladni akarnak, és minden le akarnak valamit nyomni a torkunkon. És most gyakorlatilag a médiumok, nagyon furcsán fog hangzani, amit mondok, nézőpontom szerint reklámozzák azt, hogy a koronavírus megöli az embereket, hogy a koronavírus tönkreteszi az embereket, és akárhányszor ezt valaki hallja, annyiszor épül be ez információként a tudatába, a tudatalattiába. Tehát mész már óriás plakáton ezt látod, bekapcsolod a rádiót, ezt hallod a hírekben, meg az átkötő szövegekben, bekapcsolod a televíziót, ömlik a hírekből, és az egyéb műsorokban, a beszélgetős műsorokban, stb. Vagy felmész bármelyik online felületre, és ömlik rád mindez. És mióta ömlik? Nem csak hetek óta most már hónapok óta. Tisztában vagy azzal, hogyha valami folyamatosan, újra és újra és rendszeresen ismétlődik az életedben, a szokássá válik. Észrevetted azt, hogy téged sikerült már a félelemre manipulálni? Észrevetted ezt? Lehet, hogy nem. Nagyon örülök neki, ha nem. De ha igen, és ezt most fülöncsíped, akkor kérlek a saját érdekedben el ezen változtatni, és kezd el visszahangolni magad a pozitív tudati térbe a pozitív tudati hozzáálláshoz. Nagyon fontos az, hogy a félelem teréből kapcsolódj ki. Nagyon fontos az, hogy most, mindazok, akik szeretnék mentesíteni magukat, ez alól a manipuláció alól egyszerűen zárják el a különböző csatornákat, amiken keresztül a manipuláció zajlik. Aztán majd meglátjuk, hogy egyébként ezt az adást tudod-e hallgatni, tehát hogy egyáltalán fennmarad-e. Én egyetlen egy olyan posztot tettem ki az utóbbi időben, amiben utaltam arra, hogy egy egészségügyi pánikkeltés zajlik, azon vendülettel, a legnagyobb közösségi oldal engem letiltott napokra, és nem tudtam posztokat megosztani. Tehát nyilván ez bizonyos nézőpontokból sérti az érdekeket, hogyha erről beszélünk, vagy erről gondolkodunk, de én hiszek abban, hogy megvan a jogunk ahhoz, hogy megválasszuk azt, hogy milyen világban szeretnénk élni és én a magam részéről egy olyan világot választok magamnak, és ennek a világnak a teremtésére adom a saját teremtőerőmet és a pozitív energiáimat, amelyben félelemmentesen élünk, amelyben nem vagyunk kiszolgáltatva a különböző ilyen manipulatív energiáknak, amelyben nem vagyunk kiszolgáltatva annak a félelemnek, hogy minket egy apró, láthatatlan és vagy létező, vagy nem létező valami megölhet, amiben mi tudatos teremtők vagyunk, pozitív értékek mentén. Hogyha figyeled azokat a nagyon magas tudatosságú entitás csoportokat, amelyek különböző emberi lényeken keresztül kommunikálnak, legyen az Ébrehem például, vagy Szet, vagy Bashar. Akkor hallhattál már azokról a nézőpontokról, mi szerint mi teremtjük meg a saját valóságainkat, ugye ez egy spirituális nézőpont, és akárhányszor létrehozunk egy új energetikai, egy új hitrendszeri mintát önmagunk számára, akkor az annak megfelelő minőségi, úgynevezett párhuzamos dimenzióban folytatjuk tovább az életünket. Tehát egy olyan tudati rezgésre kerülünk, ahol más lesz a valóságunk, ezt így is mondhatnánk más, más megfogalmazásban. És én ajánlom neked megfontolásra ezt a verziót, hogy egyszerűen, és tényleg azt mondom, hogy egyszerűen teremts magadnak egy olyan valóságot, ahol te ezek nélkül a félelmek nélkül élsz. És most nem arra akarlak bíztatni, hogy ó, hát akkor most rúgjál fel minden szabályt, és te menj, ahova akarsz, és csinálj, amit akarsz, és neked nem kell maszk, meg stb. Nem erről beszélek. Amikor én elmegyek otthonról, mert van valami dolgom, akkor felveszem a maszkot. Nem azért, mert én félek, hanem azért, mert nem szeretnék másokban félelmet kelteni. Tehát legalább nem szeretnék rátenni egy lapáttal. De ha valaki megkérdez engem, akkor elmondom, hogy nem félek, és elmondom, hogy mindabban, így globálisan, amit közvetítenek a médiumok erről az egész helyzetről, nem is hiszek. Én nem hiszek benne. Neked nem kell így gondolni, félre ne érts. Csak egyszerűen elmondom neked azt a nézőpontot, amiben ez az egész dolog nem létezik. És persze, Hogyha te egészségügyi dolgozó vagy, vagy érint a, a munkád miatt, ugye, ez az egész helyzet, akkor nem, nem mondhatod azt, hogy neked nem nincs a valóságodban, mert hogyha te egy kórházban dolgozol, akkor ez nagyon is ott van a valóságodban, akkor ennek nyilván oka van, és akkor ebből neked tanulnod kell valamit. Ez a te egyéni vállalásod. Ugye a lélek szabad akaratának a vállalása, hogy egy olyan korban születtél, egy olyan időben születtél, egy olyan időben vagy felnőtt dolgozó ember, amikor ezt a feladatot neked véghez kell vinni. De akkor sem kell úgy benne lenned, hogy eluralkodik rajtad az ezzel kapcsolatos félelem. Ez a szabad akaratod választása, hogy így gondolod-e, így érzed-e, vagy sem. A manipuláció a 20. század óta sokkal nagyobb teret nyer, ugye főleg ugye a médiumok elterjedésével, mint bármikor máskor korábban a világtörténelemben. De ne higgyük azt, hogy ez egy új dolog. Mert manipulálni mindig is manipulálták az embereket, majd nem mondhatom, mióta világ a világ, mert az egyéni érdekek mentén mások befolyásolása nagyon régóta történik. Nagyon-nagyon régóta, és tényleg a tudatosságnak egy magas szintjén érkezünk el oda, ahol elengedjük már az erre vonatkozó igényünket. És most beszéltünk arról, hogy te vagy én, vagy bárki, akik most élünk a XXI. században, a koronavírus járványnak nevezett időszakban, hogyan vagyunk esetleg, vagy hogyan lehetünk manipulálva. De érdemes megfordítani és megnézni azt, hogy igen, és te hogyan manipulálod a környezetedet. Mivel manipulálod a környezetedet? Te hogyan szeretnéd a saját akaratodat, szándékodat átvinni a környezeteden. Mert minden változás valahonnan belülről indul el, minden változást magunkból belülről tudunk elindítani, és hogyha te szeretnéd azt, hogy a manipulációtól mentes állapotot megtapasztalhassd, ahol rád ezek a különbözője ilyen manipulatív és neked egyébként nem pozitív élmények már hidegen hagynak, egyszerűen nincsenek jelen a valóságodban, vagy nem érintenek meg, ahhoz először neked belül ezt az energiát fontos önmagadban megtisztítani. Én nem véletlenül mondtam azt néhány perccel ezelőtt, hogy én dolgoztam húsz évet médiumokban, és pontosan tudom azt, hogy képes vagyok a manipulációra szakmailag. Képes vagyok rá. Tudom, hogy ha én manipulálni szeretnék, akkor mit kellene ahhoz csinálni? És nagyon érdekes az, hogy, hogy pontosan ebből azokból nem igazán használok reklámokat a tevékenységem hirdetésére, pozitív értékeket jelenítek meg az oldalaimon ami valamiféle fizetős tartalmamnak a megjelenítése, azt külön jelzem, kírom az árakat, jelzem, hogy ez most nem az ingyenes dolog, és rengeteg térítésmentes információt adok át, mert ebben hiszek, és mert képes voltam arra, egyébként hosszú munka kapcsán, hogy attól a szándékomtól, hogy a, az érdekeimet manipulációval érvényesítsen, meg tudtam szabadulni. És nem azért, mert rossz ember voltam korábban, hanem mert egy olyan világban és egy olyan szakmai közegben szocializálódtam, ahol ez teljesen természetes volt. Pontosan tudom, hogy hogyan mondja el úgy egy hírt, hogy arra mindenki felkapja a fejét. Pontosan tudom, hogy hogyan írjak meg úgy egy cikket, és milyen címet kellene neki adni ahhoz, hogy sokkal többen olvassák el, mint a elolvassák. Ehhez képest azt a metódust alkalmazom egy ideje, hogy például ugye tita healing letöltéseket adok a különböző általam készített felületeken, különböző felületeken megjelenő tartalmaimnak, videós tartalmaknak, hanganyagoknak, vagy posztoknak, vagy írásos posztoknak, és a letöltések azok úgy szólnak, hogy akinek ez a tiszta szándék teréből használ, akinek ez a legjobb úton módon segítség lehet, annak a személynek számára, Váljon láthatóvá. És innentől fogva szinte teljesen mindegy, hogy egy cikkemet éppen aktuálisan egyik nap ezren olvassák el, a másik nap pedig 170 ezren, mert mindegyikre volt példa. Mert abban hiszek, és a tudatosságomnak a jelen fokán, ahol most állok, és ahonnan még bízom benne, nagyon sokat fogok fejlődni, azt élem meg valóságomként hogy mindenkivel, akivel dolgunk van, úgy is kapcsolódunk, tehát nekem nem kell senkinek semmit a torkán letuszkolnom, mert úgyis, is, akivel dolgunk van, azzal összekapcsolódunk egy tiszta energetikai térben, a tiszta szándék mentén. Akivel nem, annak pedig én bármilyen trükköt alkalmazhatok, nem fogok tudni semmit lenyomni a torkán. Hozzáteszem, ugye nem is ez a célom. Tehát nagyon fontos az, hogy te is vizsgáld meg magadban, hogy kit és milyen módon manipulálsz még ma is az életedben. Mik azok a manipulatív eszközök, amelyeket használsz? Lehet azt mondod, hogy ó, én nem manipulálok. Lehet, hogy ez így is van. De azért, hogy mondjak néhány példát, ami akár annak is számíthat, tehát manipulációnak. Például, ha szeretnél valamit elérni a párkapcsolatodban, akkor a a párodnak az irántad érzett pozitív érzéseire? Vagy arra a hozzáállására mondjuk nőként a, a, férfi partnerednek, hogy ő meg akar védelmezni téged? Előadott például az áldozat szerepedet a külvilág számára? A családod felé? A munkatársaid felé? Van olyan nagy tágra nyílt szemes bűnbánó arcod, Amivel akkor nézel, amikor szeretnéd azt, hogy a másik ne is kérdezze meg, hogy mi volt, csak esetek túl az adott helyzeten? Előfordult már, hogy valakivel konfliktusba keveredtél, és ö, egyszerűen esélyt sem adva arra neki, hogy egy mindkettőtöket érintő tágabb közösség ő megvédje magát, te már jó előre a te verziódat bebetonoztad a, abban az adott közegben? Előfordult már, hogy bizonyos történeteket egy kicsit elferdítettél, amikor elmesélted, már az jobban hangzott? Mert tudta, még jobban jöttél ki belőle? A te szereped akkor pozitívabb lehetett, a másik pedig negatívabb színben tűnhet fel mások számára? Ez mind-mind manipuláció. Ez mind-mind manipuláció. Mint ahogy az is manipuláció, amikor azt mondjuk a gyereknek, hogy akkor kapod meg ezt, ha megcsinálod azt. Ez is egyfajta manipuláció. Mert nem a tevékenység örömére tanítjuk meg, vagy a felelősségre, hanem azt mondjuk, hogy ha valamit meg akarsz kapni, akkor cserébe valamit adnod kell érte. Cserebele energia. Duális, világnézeti nézőpontok. Erre tanítjuk ilyenkor a gyereket. Manipulatívan. Tehát vizsgáld meg magadban, kérlek, hogy te hol és milyen módon manipulálod a környezetedet. És hogyha önmagadban ezeket a manipulatív viselkedés mintákat feloldod, akkor kellő éberséggel fogsz rendelkezni arra, és hozzáteszem minden jogalapod is meg lesz arra, hogy már te se legyél manipuláció áldozata. De ugye az az energia, ami benned van, energetikailag ott rezeg egy hitrendszer, mondjuk az, hogy, hogy manipulációval érhető el valami, és ez a te valóságod, akkor nem csak te fogod csinálni mással, hanem veled is fogják csinálni mások. Ha te magát a manipulációt, mint eszközt, az eszköztáradból száműzöd, akkor érheted el azt az állapotot, hogy a manipuláció nem fog hatni rád negatívan. Lehet, hogy továbbra is lesz manipuláció az életedben, észreveszed, és anélkül, hogy az bármilyen negatív hatással lenne rád, csak azonosítod, és felülemelkedve rajta tovább lépsz. Mert hát van ez a verzió is. Legvégül szeretném neked összefoglalni azt a néhány nagyon markáns gondolatot, amelyet mint új nézőpontot szerettem volna neked átadni. Az egyik az az, hogy légy éber a manipulációra. Fedezd fel azt, hogy te hol manipulálsz, dolgozzál vele, és hogyha kitetted a saját teredből, akkor sokkal könnyebben válsz egy olyan személyé, akit elkerül a manipuláció a külvilágból, tehát te sem válsz ennek áldozatává. Légy éber, és figyelj arra, hogy milyen csatornákon keresztül informálódsz. Engedd meg magadnak, hogy különbséget tudjál tenni a manipuláció és a tájékoztatás között. Tudd, hogy a kettő között van különbség. Ha azt választod, akkor van egy olyan lehetőséged, hogy egy olyan valóságot teremts magadnak, amely manipuláció mentes, és amelyben pozitív értékek mentén, pozitív emberekkel kapcsolatban fejlődésben lehet részed. Ezt választhatod. És legvégül még annyit szeretnék megerősíteni benned, hogyha szeretnéd elfogadhatod ezt a nézőpontot, én minden esetre szerint élek, van szabad akaratod, van választásod. Bármi történik, van szabad akaratod, van választásod. Te mit választasz most magadnak? Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ha úgy érzed, hogy vannak olyan gondolataid, amelyeket szívesen megosztanál, akár velem, akár a podcast többi hallgatójával, kérlek ragadj billentyűzetet, és írd nekem a podcast kukac örömvilág.hu e-mail címre, vagy kommentálj valamelyik posztom alá. A Facebookon megtalálod különböző online felületeimet, akár a Tomek Noémi motivációs előadó oldalamat, az Örömvilág podcast csatorna oldalát, vagy az Örömvilág közösségi oldalt. Minden Mindennaposztok megérzésem szerint nézőpontváltó gondolatokat, illetve megszívelendő bölcsességeket, és amikor éppen vannak, akkor az aktuális programjaimat is közzéteszem itt. Hogyha van kérdésed hozzám, akkor írj bizalommal, kérdezz bizalommal. Azt kívánom, hogy mindaz, amit itt ma hallottál, és ami a saját valóságod vált belőle, az szolgálna a legjobb és a legmegfelelőbb módon. Ha ő munkába fogsz ezekkel a témákkal kapcsolatban, akkor ahhoz nagyon sok sikert kívánok neked, és persze jó egészséget. Találkozunk legközelebb is, számítok értő figyelmedre. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu.